Találni már el is küldtem. El is kezdődik a mérkőzés, Unstable lesz majd. Karazim, Danaten hozta Anubarakot, Araken tankol majd ETC-vel, Kirva biztosítja majd a DPS-t is, tank pedig Dehakát fogja majd irányítgatni, még a másik csapat a Misfit kivezet 2-0-ra már. Splendor Malfurion lesz, Blambi Muradinnal tankol, Darkmok hozta el végül Szónyát. Hasul lesz Falstad, már röpíti is magát a szemre, és végül Nurok lémingezni fog majd. Danaten kezd bele a mobok piszkálásába minden. És kell odafönt. Dehak a Karazim elég erőteljesen pusol. Most vált le lane-t. Már boton van, 3v1-be kaphatják el azt a szerencsétlen léminget. De hát egyik képernyőt sem mutatják nekünk. Valamiért Danaten is haszul nagyon fontos minden. Köztudott, hogy az első két templom minden is topon éled majd. Úgyhogy a botlane-re nem nagyon fognak majd odafigyelni a játékosok, és szerintem egy jó 15 perc, vagy 15 másodperc múlva akár kezdődhetnek is a templomok. Így is van. Unstable van bajban. Kap egy kis sebzést. De hát most Kirva bünteti meg egy kicsit Darkmokkot, még egy Mine-nal is. Az a rút csodálatos Unstable-ön, de hát mit sem ér. Viszont Darkmok HP-ja kevésbé fogyogat. Próbálgatja dodzsolni a spelleket, visszapörög, ugye a pörgés közben töltődik a HP-ja. Nem is keveset! És végül ő a First Blood. De azonnal meghalt Tychus is. Majin is halott lehet. Nagyon szép a drag közben, sikerül behúzni Nurokot turany alá, de közben ugye Blambi targetolja a turret. És úgy tűnik, hogy letrédelik a két templomot a srácok, a Genius már előtte a midest, és Mumicis még pötyögteti a topost. Uha, hasú jól érkezik, és úgy tűnik Danatannak még hát a csúszása pont ajtó mellé, vagy mögé sikerül, így túléli a találkozást. Itt jön az első easy camp Misfitsnél, level 6-osak már, a Genius pedig csak most lesz, egy hajszál hírán, de vezet még mindig a Misfits. Jó, nagyon a Root Splendortól, Danatannak pedig még bent van az ugrása, de még nem kívánja ezt elhasználni. Most fog beugrani véleményem szerint 4v4, az szép Splendoron a fókusz, viszont Unstable is bajba lehet. Menekül az a szerencsétlen Karazim, de végül ő hal meg. Viszont mehet tovább a Genius, hiába olyan hasú Araken is érkezik. Kirva lehet a következő halott, és egy Nurok autóatak viszi előtt végül. 2-1-ér a Misfitsnél, megint jó a trade, és lassan fél szinttel menetelnek már a B-Genius előtt. Érkezik a templom botra majd egyedüliként. Érdemes most megsózni a midet meg a topot. ...36%-os winrate-je van 46 játék alatt Európán belül Tychusnak. Roppantó rossz és nagyon-nagyon alacsony adat. Annak ellenére szinte minden játékban benne van.
Csak mindig a rossz oldalon ezek szerint. Fönt van a globál párharc. Fasztad Dehaka. Kettős nyomatja keményen a dolgokat. Érkezniük kell majd hamarosan. A Genius kezdi a tikkelgetést a templommal. És Blambira sikerül egyedül az Impale Stun. Hasu van itt. Dehaka pedig csak most éled, viszont jól grab azonnal jön rá. A Clans. És mivel már el is ugrott, Danatan érkezett utána. Most ez szép játék, viszont a Rakkent nem kellene elveszteni, emberelőnyben a Genius el tudja hozni a templomot, sőt, át is veszi a vezetést a mérkőzésben először szintben. Meg lehet nekik a level 10. Összedül a Healing Fountain, innen töltés már nem lesz többet Misfitsnek. Szóny a Falstad azonnal elkezdi sózni midet, meg topot, pontosan tudják, hogy itt esélyük nincsen most. Kell a level 10 nekik, utána pedig újra támadhatnak majd. És ott van egy stage dive ETC-nél, Seven Sighted Strike Karazimnál, Adaptation Dehakánál. Hát ez az offenzív, Odin, Tychus, és kérdés mit hoz Anub, azon sok múlhat. Látván ezt a csapatot, talán a Kokunt bírnám elképzelni, hogy még nagyobb legyen a CC parádé. Az megint egy jó drag, és nem is akárhova, a fort alá, és 2v1-be tank nagyon jól tartja eddig magát. A másik oldalt pedig Muradin Avatar, Mighty Gust Falstadnál, Wave of Force Leemingnél, Twilight Dream van ugye a Silence Splendor Malfurionjánál. És nem látom pontosan jól, de talán ha jól látom, akkor Leap Sonyánál. Nem, hoppá, ott valaki keményen hasazik. Darkmog pörög, meg lehet a 2v1. Kérdés, hogy mikor szakítja őt az egy jó grabbal. Nagyon kéne tanknak, és most jön rá még egy komolyabb fókusz, mellé megy minden Danatantól, és érkeznek a többiek. Az első hiba, de végül oda jön Unstable, és befejezi, amit a csapata nem tudott. Jön a stage dive. De egy kill-el megelégszik a Genius. Nagyon rizikós playeket játszanak most, és a setupjuk is kifejezetten érdekes ezzel a három tankkal. Meg lehet Blambi a Seven Stride itt egyedül sebzi őt, a többiek nem álltak bele, hogy ebbe segítsék őt. Hát meg lehet csatolni egy tankot könnyedén azzal, az Pelle viszont most Kir van a nagyon nagy bajban. És hasúék, nem az, hogy megsebzik, körbeállva kivégzik. Tank pedig már pötyögteti a lentit, úgy tűnik ez az övé lesz. Már fáztat, bármikor röpülhet. És még mindig tart a Bee Genius előnye. Nem túl sokkal, de tart. És közben letrédelik a két templomot. Kérdés mi lesz majd a bossnál, ott sok minden eldőlhet. Bár látván a Falstadot, a Genius buta lenne, hogyha úgy kezdene el csatázni a Genius-szel szemben, hogy ott egy Falstad Mighty Gust-tal. Oho, Danatan ragad bent. 4v3 menni kell a Misfitsnek, bajba lehet Blambi.
Dark Mok próbálja elterelni a figyelmet Blambiról, és sikeresen sikerül neki. Splendor még egy hilt is rádob, hát ez viszont felplayed, amit a Misfits csinál. És gyönyörű még a Spear is, hogy magát mentse. Úha, viszont most egyetlen egy killt el tudnak hozni. És most nem állnak meg, nincs már heal. Kiugrik Blambi jó időben, és Dark Mok is elhúzza magát. Hát, egy nagyon rossz pozícióból talán a legjobb egyetlen egy embert veszítve, de kéne a Misfits. Lehetett volna ez sokkal nagyobb is. És jön egy camp lapás Genius-tól. Azt nem merem megkockáztatni, hogy boss-t is hoznának. De a saját easy campjüket is meg fogják próbálni, és közben itt hagyja a Genius egymást. És hasuék nagyon jól veszik észre a lehetőséget. És talán meg fogják tudni őket ölni. Tank van nagyon nagy gázba, sikerül elhozni a campet. Kijön a Seven Sided, és pörögnek tovább a srácok. 4v4 van, ugye? ETC-n pedig a stage dive még 20 másodpercig nem elérhető. Úgyhogy ez az, ami nagyon jó a Misfitsnél. A kommunikáció és a helyzet való felismerés mindig nagyon jó döntéseket hoznak, és pontosan tudják, hogy meddig mehetnek el. Gond a Genius-nál most egy pici. Szinte egyet sem hibázhat, egy aprócskát sem a Genius, ha nyerni akar, mert a Misfits azonnal büntet. És mindenhol ott vannak, nagyon szépen játsszák meg a lehetőségeket. És kezdik utalérni szintbe ellenfelüket. Lehetséges a visszajövetel az XP-ben. Már csak negyed szint. Tankoman egy kisebb fókusz, a Rakken érkezik, de inkább nem száll le a Mountról, míg Splendor le nem löki őt róla. Egyetlen egy templom minden, a Misfits-ében jelenleg a dolog. És kellene mindkét csapatnak a 16, hogy lehessen talent előny. De Dark Mok nem akarja odaadni egyetlen egy ticket sem a templomból. Rajta áll direkt, most viszont bekékül egy kicsit a Genius-nak. Nekik még nincs meg a 16, kockáztatnak a fight-tal eddig a pillanatig. Teljesen egál a dolog, és egy oltárinat csata veszi kezdetét. Mikor jön ki a Mighty Gust? De hasonlók még bent tartják, sőt nem is kell. Meghal Araken ETC-vel, és úgy tűnik, hogy a többiek is ledarálódnak. Splendor Silence-en 4 emberes. Hát ezt most elrontja a Genius. Danatan is úgy tűnik, hogy meghalhat. Így is van, csatlakozik. De már itt Tychus is meghal vele együtt. Splendor ütöget. Meghal közben tank is lehakával. És a Seven Sided-ból kijöve pedig az official ace. 0 kill. 5 ér cserébe. Jön a boss plusz a templom. Itt van a comeback. Misfit pedig büntet. 3-0 lehet. Itt jön közben a replay, láthatjátok az elejétől kezdve. Ki követi el a legnagyobb hibát? Blambi ugrik be, na ez az ugrás nem biztos, hogy jó volt. Azonnal körbezárják a srácok. De attól függetlenül egész jól jönnek ki belőle, viszont ez a falhoz lökés hasutól. Ez nagyon kellett. És már a bosszal együtt. Menetel a Misfit, közel a keep. És nem az, hogy közel, mind az öten ide fókuszálnak, és nem az, hogy esetleg a keepet megpróbálják elhozni majd. Én úgy gondolom, hogy egy-két jó killel talán be is fejezhetik a meccset, hiszen erre minden esélyük megvan. Jön egy minion wave is. A bosszal együtt jön a stage dive a Misfits mögé, nagyon jó a fókusz a backline-on. Szép az összelökés, de hát Araken tank és Duraton van benne, a többiek pedig hol késlekednek, kírva és unstable késik. Ennek ellenére sikerül elhozni Liminget, és Kira pedig hát a selfie-nek köszönhetően talán még Dark Mokot is el tudja hozni, hiába pörög, és egyszerre hal meg Dark Mok és Tychus. Most viszont a Genius támad föl hamvaiból, és úgy tűnik elvesztik a képet, de három embert ölnek meg egyet cserébe. A trade mindenképp jó, a kép viszont nem biztos. Ezt most elarcoskodta a Misfits. És hozzáteszem megint, olyan szinten késett unstable, és kírva azzal a Tychus Karazin duóval, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy tudták eddig húzni a tankok. Jön a kemplopás azonnal, mennek saját oldalira is. És már nincsen fortja se a Misfitsnek, tehát a B Genius is a képeket fogja fókuszálni a templommal. Élet 2, de mindenkinek lesz bőven ideje arra, hogy visszaérjen. Kérdés, hogy letrédelik-e, vagy valamelyik csapat nagyobb all-int húz. Ami fix, hogy közelebb a level 20-hoz a Misfits,
és ha ő meglépi azt a szintet, akkor a talent előny mindenképpen nekik lesz előnyükre majd a csata során. Misfitzék kezdik el a topot, Blumby gondoskodik erről, és a Genius pedig a botlén képre veszik. Ó, jaj, Unstable majdnem lesotolt a hasút, és egy kicsit túlvállalja magát azzal a kép aláugrással, de be akarnak segíteni a templomnak az ügyben, hogy a képet kezdje el fókuszálni. Hűha, Darkmoon pörög befelé, jön az Odin, ezt a képet nem engedi el a Genius most. De Haka pedig bármik pillanatba érkezhet, míg ugye a Blumbynak elég nagy területet kell megtennie az ügyben, hogy ideérjen a Mount-tal, de el is indul már, az utolsó ötöt lövi ki a templom magából, egyidejűleg a B-Genius-éval, és sikerül ledönteni a képet, míg a top kép éppen túléli a Genius-nak. Az pedig néhány suhintásra van már csak a haláltól, amit a Misfits szerintem most a level 20-nak köszönhetően meg fog próbálni majd befejezni. Jön egy hardcamp. Olvassa a Misfit, és nem lépje van Darkmoknak, hanem a másik heroikja, amivel ugye boostolja magát. Durvább sebzés, több rage-et is kap belőle. Danatanon a fókusz, hát az nagyon kapja az Anubarak, mekkora sereg érkezik, és hát ennyi volt a kép. Itt lehet az első esély, hogy befejezze a játékot a Misfits, nincs meg a level 20 a Geniusnak. Rástartolnak azonnal a midre, ott van ugye még egy kép. Így óriási lane pressure, kijön a Mighty, érkezik ETC, megpróbálta összesózni a 20-at és sikerült neki. Egál partnerként csatázik most a B-Genius, hasunk pedig óriási a fókusz, kijön a Cleanse, és nagyon jól ugrik el a level 20-as talentjének köszönhetően a bajból, és meg tudják ölni a supportot, de Dehakát is elveszíti a Genius. Mennie kell a Geniusnak, nincsen healja a Misfitsnek. Bár Unstable-nek sincs már túl sok HP-ja, egy az egyér. És érkezik két templom. A Misfits, ha csak egyet el tud hozni, befejezheti a meccset. Hiszen egyetlen egy templom 100-ról 17%-ra tudja levinni a kort, hogyha jól számolom. Azzal pedig egy kis sebzés besegítéssel akár be is lehet fejezni. Danatané, a fönti, Arakkenék pedig pörgetik. A midet muszáj nekik lopni néhány lövést, még ha nem is az egészet akarják elhozni, de érkezik. Érkezik a Misfit. Kijön az Odin, muszáj neki, és lecsatlakozik csapatához. Anubis, nem akarják a véletlenre bízni. Muszáj nekik a templom, hiszen könnyedén elveszhetik a meccset. Így viszont még egy képet el lehet hozni. És az Odin viszont így nagyon okosan húzza ki a Misfits az idejét, Kirva pedig már Odin nélkül pörög. Darkmokra megy rá a fókusz, azért Kirva le tudja darálni a HP-ját, most nyomja el az ultiát. És hát Kirvának úgy tűnik nagyon jó a selfie, viszont most mozognia kell, hiszen Sonya rajta pörög, és úgy tűnik, hogy meghalhat! Kettővé egyezik Darkmok, mit csinál ez a csávó? A Rakken csúszik be, lökik ki őt azonnal. És a Seven Sided Strike viszont szanaszét sotolja a HP-kat, ennek erre tanknak nincs már túl sok HP-je, Darkmok lehet a következő halott, 4v5-ozik, most már 4v4, 4v3 a Misfits javára. Ott lehet Danatan is a halott megint, így 4v2-vel lőhet ki az eredmény, és úgy tűnik, hogy befejezheti a mérkőzést a Misfits. Asu szedi össze az összepotyogott Anubarakot, és még Unstable-t is sikerül megölni, a hasú viszont becsúszik a Rakken elé, és nem engedi felszállni a Montra, meg akarják ölni őt is, van a Mighty Gas, nincsen CD-n, van 20 sec, és a Rakken beér végül a safe zone-ba. Elindul a pörgés, már a kort üti a Misfits 4 játékossal, a Rakken pedig erre nem lesz képes egyedül. Hát 3-0 a Misfitsnek és a B-Genius-nak még bőven van mit tanulni és gyakorolnia, hiszen azért el van maradva még játéktudásügyileg a Misfits-től, de hát nincs ezzel gond. Eszméletlen jó művel.